Szeretettel köszöntöm a Katolikus Egyetemnek a hallgatóit, munkatársait, akik ezt a felvételt nézik. Nagybőjt 5. vasárnapjához készült, és ezen a napon az olvasmány és a szentlecke is, és az evangéliumis drámai mondatokat tartalmaz. Ezek közül választottam az egyiket. Igazából a nagybőjtnek a vége felé egyre jobban sűrűsödnek az események Jézus körül, nagyon drámai eseményeknek vagyunk a tanúi. Ez a mondat, amit én most választottam, így hangzik a zsidókhoz írt levélből. Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. A zsidókhoz írt levélnek ez a részlete a Getszemáni kertnek a jelenetét idézi fel. Jézust halálfélelem keríti hatalmába, és hogy a Szentírás nagyon erős szavakat használ. Hangosan, könnyek között könyörög ahhoz, aki meg tudja menteni a haláltól. Kézenfekvő, hogy Jézus megrendül a ráváró fizikai és lelki fájdalomtól. De valószínűleg emögött még több lehet. A sötétség erői ellenhetik őt. Nem lát maga előtt utat. És mit tesz ebben a helyzetben? Felvállalja, amit átél, és az elfolytásnak a legkisebb jelen nélkül Istenhez fordul, és elmondja neki, amit gondol, amire vágyik, amit érez. Így szól: Abba, Atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Majd hozzáteszi, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Fontos, hogy jól értsük Jézusnak ezt az imáját. Nem arról van szó, hogy Jézus beletörődik, hogy nem azt mondja, hogy én akarok valamit, te mást akarsz, hát akkor te vagy az erősebb, legyen úgy, ahogy te akarod. Ez nem egy fatalista imádság. Hogyan akarhatná Isten bárkinek a szenvedését, ő, aki még a bűnös halálát sem akarja? Hogyan akarhatná ártatlan egyszülött fiának a halálát? Ez az értelmezés, ez távol áll az evangéliumtól. Jézus maga is azt mondja, hogy a gyűlölet, amivel rátámadnak, nem igazolható semmivel. Ok nélkül gyűlöltek engem, mondja a János evangéliumban. Jézus imája ebben az emberileg kilátástalan helyzetben a bizalom imája. Nem értem, mi történik, de bízom benned. Ez az ő hódolata az Atyának, ami meghallgatásra talál. Teljes önátadás és bizalom. Úgy tűnik, hogy akik a kivégzésére készülnek, mindent megtehetnek. De Jézus nem hisz az ő mindenhatóságukban. Atya szeretetének a mindenhatóságában hisz. És ez a bizalom, ez az önátadás működik. Jézus előtt nyer, és ő, aki nem sokkal előtte még vérrel verejtékezve könyörgött Atyához, ezután így szól tanítványokhoz: keljetek fel, induljunk, íme közeledik hozzám az áruló, és megy az útján hűségben az Atyához. Mindannyian találkozhatunk életünk során olyan szenvedéssel, olyan kilátástalan helyzettel, amikor nem látunk ki utat. Nem találunk a miértekre választ, és bármit mondunk, végső soron kevésnek fog bizonyulni. Miért születik egy kisbaba betegen? Miért hal meg valaki, akit szeretünk? Miért szenvednek az ártatlanok megmagyarázhatatlanul sokszor? Ilyenkor a mi bizalmunk is próbára van téve, akár csak Jézusé. És a kérdés az, hogy fellázadunk-e Isten ellen, és a saját kezünkbe próbáljuk venni az életünket, vagy rábízzuk magunkat, még akkor is, hogyha nem értjük őt. És ennek a bizalomnak a fényében folytatjuk utunkat. A bűnbe esett ember, Ádám, nyomában Káin és még sokan mások az első megoldást választották. Jézus az új Ádám, és nyomában az evangéliumnak sok tanulja a másodikat. Most ünnepeljük Szent Józsefet. Mária várandóságával szembesülve milyen hatalmas szenvedést élhetett át. Minden elképzelése az életéről, Máriáról, önmagáról, az Istenről hirtelen megkérdőjeleződik, és mit tesz?
hasonlóképpen ő is egy döntéshelyzet előtt áll, mint mindannyian ilyenkor. Gyötrődve keresi a megoldást, és előtte is ott áll a kérdés, saját feje után oldja meg a helyzetet, vagy továbbra sem értve semmit, mégis Istenre hallgasson. Isten nem azért kér bizalmat tőlünk, hogy ne lássuk a valóságot, hanem hogy túllássunk rajta. Isten akarata egy szenvedéssel teli helyzetben nem magában a szenvedésben található, hanem abban a módban, ahogy jelen vagyunk benne. A szenvedésnek önmagában nincs megváltó értéke. Egyedül a szeretet képes életet adni és megváltani. Az új szövetség azt a szeretetet ünnepli, amely véglegesen megtörte mindenféle halálhatalmát. Megváltásunk titka abban áll, hogy Isten képes még a halálból is életet fogasztani. Ahhoz, hogy ez a mi életünkben is kézzelfogható valósággá váljon, szükséges, hogy érthetetlen, emberileg kilátástalan, kiúttalan helyzeteinkben mi is bizalmat szavazzunk Istennek. S ha ezt megtesszük, a mi hódolatunk és meghallgatása talál majd az Atyánál, Isteni mértékben.